Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, önök az Igaz Gyöngy műsort látják, Dobozi Ágnes vagyok, a következő egy óra házigazdája. Egy 20 éves álom válik valósággá jövő nyáron, amikor az Ez az a Nap rendezvény keretében keresztényekkel és Isten dicsőítésével fog megtelni a Puskás Ferenc Aréna. Az Ez az a Nap mozgalom 20 éves történettel rendelkezik, kezdetben szabadtéri eseményeket tartottak, az elmúlt 10 évben pedig a Papp László Arénában és más beltéri helyszíneken rendeztek eseményeket. A mai műsorom vendége Jóföldi Tünde, a szervezőcsapat egyik tagja. Szeretettel köszöntelek, Tünde, a stúdióban. És Tündével fogunk ma beszélgetni az elképesztő 20 éves történelemről, és a még izgalmasabb jövőévi tervekről. Tünde, az van az első kérdésem, hogy hogy indult ez a történet 20 évvel ezelőtt, és te hogy kerültél bele? Köszönöm a meghívást. A 90-es évek vége felé László Viktorban és Prazsák Lászlóban született meg az a vízió, hogy időről időre össze kell gyűjteni a keresztényeket, hogy együtt dicsőítsék Istent. És ennek a víziónak a különlegessége még abban is rejlett, hogy a meghívást fontosnak tartották, hogy a történelmi nagyegyházaktól az evangéliumi kisközösségekig mindenhova eljuttassák, és ezzel meghívva a keresztényeket ezekre az alkalmakra. Ez egybeesett azzal, hogy 97-ben Noé Richards egy dicsőítő napot szervezett Angliába, a Wembley stadionba, és az utólagos fényképek nézegetése során figyelmes lett egy magyar zászlóra, ami feltűnt a képen, a lelátón valaki végig föltartott egy magyar zászlót. Nem sokat tudott ő akkor Magyarországról, utána érdeklődött egy kicsit egyáltalán az országunknak és a magyar keresztényeknek, és így kapcsolódott ez a két szál egymással, hogy találkozott Viktorral és Lacival, és ő bátorította őket ennek a víziónak a megvalósításában, és abban is, hogy eljön az az idő Magyarországon is, amikor stadionokba fognak összejönni keresztények, úgyhogy ez egy fantasztikus megerősítés volt a részükről. Ők ezen a szálon tovább mentek, és 99 őszén összehívtak egy szűkebb csoportot, különböző felekezetekből voltunk ott együtt. Ezek szerint te is ott voltál. Igen, az elején. Igen, ez volt az első szervezési feladat, hogy ezt az kis találkozót megszerveztük. És itt teljesen pozitív fogadtatásra talált ez a vízió, mert ezt osztották meg velünk, és aztán januárban, illetve a 2000-es évnek az elején megalakult a szervezőcsoportunk 8-10 fő részvételével. Az érdekessége az, hogy maga a szervezőcsoport is felekezett közi. Na, erre majd még vissza fogunk térni, mert valóban rengeteg felekezetből vagytok a szervezőcsapatban is, és a rendezvényeken is. Szóval izgalmasan indult a történet. Nézzünk meg most egy rövid filmet arról, hogy mi is történt az elmúlt 20 év alatt. Szóval rengeteg minden történt ez alatt a 20 év alatt. Ahogy az elején is említettem, kezdetben is láttuk is a filmen, kezdetben szabadtéri rendezvények voltak. Mik voltak ezek? Szerettétek a szabad teret?
A 2000-es rendezvényünk volt az egyik legizgalmasabb, mert hát az volt az első, először is. A másik, mert nem tudtuk, hogy milyen fogadtatásra fog találni ez a meghívás, amit mi kiküldtünk tényleg mindenkinek, akiket csak el tudtunk érni. Pár ezer ember részvételére számítottunk, és a legnagyobb megdöbbenésünkre a rendőrségi becslések szerint 25 ezer ember volt körülbelül ott 2000-ben a felvonuláson, ami a parlamenttől indult, és egészen a Tabánig zajlott. Következő évben voltunk a Margit szigeten, aztán voltunk a Kisstadionban, azt töltöttük meg, utána következett az én személyes kedvencem a Népstadion kert, ami egy több napos, egy hétvégés, hosszú hétvégés dicsőítő napok voltak különböző helyszíneken, még kemping is üzemelt a helyszínen, tehát ez egy fantasztikus hétvége volt. Utána megismételtük a felvonulást, most pedig a Oktogontól a Hősök teréig vonultunk, és utána a következő évben, 2005-ben volt egy érdekes momentum, mert nem mi szerveztük itt Magyarországon a dicsőítő rendezvényünket, hanem becsatlakoztunk egy német kezdeményezésbe, Berlinbe, az ottani úgymond Népstadionba szerveztek egy dicsőítő napot, és néhány buszt indítottunk, szerveztünk erre a rendezvényre, és így velük szerettünk volna közösségbe lenni. Utána pedig, hát ezek voltak a szabadtéri, a kezdetek. Soha nem volt rossz idő? Azért elég nagy bátorság ennyi embert kihívni a szabadtéri. Nagyon, hát sokat imádkoztunk érte, hogy jó idő legyen, és valóban ez egyébként jó idő is volt. Ez az első, igen, hát az első négyben, ugye ötödik évben Berlinben voltunk, illetve 7-től 10-ig, vagy 2007-től 2010-ig voltunk szintén szabadtéren, tehát ott az még szabadtéri volt. Ez már a következő szakasz volt akkor. Igen, 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 akkor a West End tetőn voltunk, a Soul and Gospel Fesztiválon. Na, ott voltak olyan problémáink, igen, osztogattunk mi esőkabátot is a rendezvényeinken, úgyhogy... Úgyhogy egy kicsit izgalmas a szabadtéri rendezvény, extra izgalmakat tartogat. Viszont többen oda találnak, tehát hallják a zenét, így van. Hallják, hogy valamilyen program van, és gondolom sokan csak úgy arra sétálnak, arra vetődnek, és be tudnak kapcsolni a programhoz, amit például egy zárt térben ugye nem lehet megtenni. Igen, igen. Hát ehhez annyit hozzátennék, hogy amikor mi indítottuk a rendezvény sorozatunkat, ugye az közel volt a rendszerváltáshoz, és egyfajta kilépés is volt ez a falakon, a templomokon, imaházakon kívülre, hogy az emberek számára látható legyen Isten népe, hogy egy összefogásban tudnak együtt lenni, és együtt tudnak imádkozni, dicsőíteni Istent, és ennek nagy jelentősége volt abban az időszakban, hiszen És aztán bejöttetek a szabadtérről, és egy nagyon izgalmas időszak kezdődött 2010-ben, amikor is a Papp László sportarénát vettétek birtokba. Ez hogy zajlott? Hogy kerültetek oda? Hogy jött az ötlet, hogy beköltözzetek ebbe a hatalmas arénába? Hát nagyon bátor gondolatnak tűnt az először, mert a mai napig az a legnagyobb ilyen zárt stadion, vagyis aréna, vagyis Magyarországon, és nyilván központi helyen Budapesten, jól megközelíthető helyen található, tehát így jött az ötlet, hogy ide is sokan be lehet férni, és akkora már sokkal több hírcsatorna állt rendelkezésünkre, tehát sokkal szélesebb körben tudtuk meghirdetni a rendezvényeinket utcai felületeken is sokfele, így talán most már egyszerűbb a dolgunk az emberek elérésében. És gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy 10 év óta teltházas rendezvényeket tartottak az arénában. Igen. Úgyhogy nézzünk most meg egy filmet arról, hogy 2019-ben hogy nézett ki ez a rendezvény. Who took
a song. We will raise a shout. We will shout it out. He is the champion of the world. We will raise a shout. We will shout it out. He is the champion. Elképesztő a hangulat az arénában, és tanúsíthatom, hogy ez a valóságban is így van, mert én is ott voltam ezen a rendezvényen. Tünde, ti hogy látjátok ezt? Ez egy koncert, vagy inkább egy istentisztelet, amit itt tartotok évről évre a Paplászló Sportarénában? Az arénában, ami megrendezésre kerül, azt mi jobban szeretjük istentiszteletnek hívni, és annak is tartjuk. Azért, mert sokkal több ez egy koncertnél. Hiszen nem csak a dicsőítés hangzik el, vagy nem csak egy külföldi zenekarnak a koncertjét hallgathatják meg, akik ellátogatnak hozzánk, hanem elhangzik Isten igéje, elhangzik az evangélium, imádkozunk egymással, egymásért, minden egyes alkalommal fontosnak tartjuk azt, hogy imádkozzunk az országunkért, országunk vezetőiért, a keresztényekért, de egész Európáért is, mert hisszük, hogy nem véletlenül helyeztek bennünket, helyezett Isten ide bennünket Európa szívébe, küldetéssel vagyunk, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez minden egyes alkalommal megvalósuljon. De nem csak az istentisztelet kiegészül azzal is, hogy minden ilyen egy évben egyszer megrendezésre kerülő ez az a nap rendezvényen, a kísérő rendezvényeink között megtalálható például a 24 órás dicsőítés. Ez mit jelent? Egész ez, nap szól a dicsére? Hát ez azt jelenti, hogy a rendezvényt megelőző este kezdünk 9 órakor, és másnap akkor már bekapcsolódik nyilván a csarnok belsejébe zajlódó nagy rendezvény is, ebbe attól lesz 24 óra, azzal egészül ki. De a péntek este 9-től különböző zenekarok egy-egy órát dicsőítő csoportok fölvállalnak. Egy külön teremben akkor ez. Egy külön teremben, és hát ez is felekezetközi, mert tényleg nagyon színes a paletta, hogy kik szokták vezetni a dicsőítéseket. Ez vagy akkor minden évben megrendezésre kerül a Misszió Expo, ahol lehetőséget adunk bemutatkozásra misszió szervezeteknek, intézményeknek, bemutathassák munkáikat. Minden évben gondolunk a gyerekekre külön. Szeretnénk, ha ők is jól éreznék magukat, és számukra is befogadható, érdekes, vidám, színes programokkal várjuk őket is egy szintén külön terembe. Ez komoly, úgyhogy akkor rengeteg szervezni való van. Igen. És gondolom, külön szervezést igényel a zenekarok megtalálása, felkérése, hiszen azért rengeteg zenekar lép fel, akár csak egy ilyen alkalommal is. Hogyan választjátok ki, most elsősorban a külföldiekre gondolok, vagy először, hogy találjátok meg őket? Kinek a feladata ez? Ki hozza a döntéseket?
Hát ez a László Viktor komoly feladata, ő tart kapcsolatot nemzetközi szervezőkkel, menedzserekkel, mindig figyelünk arra, hogy visszajelzések érkeznek hozzánk, hogy például kiket szeretnének szívesen látni az Ez az a nap színpadán, illetve arra is oda kell figyelnünk, hogy mondjuk kilátogat a közelünkbe, Európába, ilyen gyakorlati szempont is szerepet játszik, hogy mert sokkal könnyebb meghívni azt, aki amúgy is egy európai turnét tart éppen a közelünkbe, és akkor egy állomásként felkeresük őket, hogy jöjjenek el hozzánk is. De az nagy örömünkre szolgál, hogy az utóbbi években nagyon sokszor minket keresnek meg a zenekarok, hogy, hogy jönnének hozzánk, mert vagy hallották a hírünket, vagy az, hogy már jártak itt Magyarországon, és jól érezték magukat. Tehát a külföldiekre ez jellemző, ez a magyarok meghívás. Kiválasztása az, hogy történik? A magyarok kiválasztása az azért érdekes, mert mindig igyekszünk arra figyelni, hogy mindig legyen olyan, aki ismert magyar dicsőítőcsoport, és mindig legyen olyan, aki új, fiatal gárda, akit esetleg mi tudunk bemutatni, hogy ismertebbeké váljon. Egyfajta missziónk ez, hogy fiatalokat is be tudjunk mutatni. A gyakorlottabb, vagy már idősebb, tapasztaltabb dicsőítő csoportok, dicsőítés vezetőknek pedig azért tulajdonítunk nagy jelentőséget, mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy mivel magyarok vagyunk együtt, ezért magyar nyelven tudja együtt dicsőíteni, mint egy nagy gyülekezet Istent, így együtt, aki mikrofonba énekel, együtt azzal, aki a sorok között ül, és különösen Pintér Béla szereti ezt a gyakorlatot folytatni, ami szívünk csücske tényleg, hogy sokszor a zenekar is elhallgat, és megénekelteti úgymond az egész arénát, és az felejthetetlen élmény, amikor sok ezer ember ugyanazt a dalt énekli, és így dicsőíti Istent. Pintér Béla, volt olyan ez az a nap, amin ő nem volt ott? Hát most így nem tudom. Ő egy örök biztos pont. Akit mindenki szeret, felekezettől függetlenül. Igen, meg hogy nekünk az, hogy ismertek a dalai, ez pont az együtt, közösen éneklésben is nagyon-nagyon fontos, de nagyon szeretjük Béla szolgálatát és a szívét. Van egyébként még olyan zenekar, tudnál említeni, akár külföldit is, aki egy ilyen tuti tip, akit mindig szívesen látnak a vendégek, a nézők? Hát nagy figyelmet kell fordítanunk a felekezetköziség miatt pontosan arra, hogy tényleg, mivel különböző helyekről érkeznek a résztvevőink, ezért a dicsőítő csoportoknál is figyelembe kell vennünk ezt. Visszatérő szolgálónk, a Csiszér László és az ő csapata, zenekara, őket is nagyon széles körben ismerik. Prazsák László, ő is elengedhetetlen része ez az a napnak, mint aki az alapítója volt az egésznek. Ő is volt a kezdetektől? Abszolút. Az elején említettem, hogy a közös volt a vízió László Viktorral a megalakulástól kezdve, és úgy jött létre az egész, tehát ő ezért is van mindig velünk, mert a csapatnak szerves része. És említetted a közös dicsőítést, hogy együtt tudják énekelni mindazok, akik ott vannak, de hogy van ez a külföldi dalokkal? Kapnak ebben valami segítséget a résztvevők? Esetleg a szöveget kiírjátok magyarul, hogy lehessen követni? Minden alkalommal előre lekérjük a dalokat a fellépőktől, pont ezért, hogy magyar fordításban megjelenhessen a kivetítőkön. Mert ez egy nagyon fontos szempont, hogy lássák, aki nem tud annyira angol nyelven, hogy lássák, hogy miről énekelnek, és úgy tudjanak, hogyha nem is a szövegben, de legalább a szívükben bele kapcsolódni ebbe a dicsőítésbe. A jó zenén kívül, mert ugye az egy másik fajta szempont. A jó zene említetted. Hadd kérdezzem meg, hogy mennyire tartjátok küldetéseteknek azt, hogy a minőségi keresztény zenét úgymond népszerűsítsétek? Abszolút. Abszolút küldetésünknek veszük. Ez nem csak a fellépőkre gondolok itt, hanem hogyha valaki megnézi, hogy milyen technikai feltételekkel, vagy milyen eszközökkel, csapattal dolgozunk egy-egy ez az a nap rendezvényen, az arénában, ugyanezekkel az eszközökkel és csapattal találkozhat valaki, aki egy világi koncertre ellátogat az arénában. Tehát igyekszünk ebbe is Istennek a legjobbat adni, hogy így a technikában, fény, hang, vizuál technikában is a legjobb jelenjen ott meg. Jó, hogy említed ezeket a technikai feltételeket, aminek gondolom, hogy van költsége. Ezt most azért kérdezem, mert én magam is részt vettem már több keresztény rendezvény szervezésében, és hát mindig vannak olyan
résztvevők vagy érdeklődők, akik megkérdezik, hogy miért nem ingyenes egy-egy ilyen rendezvény. Nem tudom, ti találkoztatok már ezzel a felvetéssel vagy kérdéssel? Á, soha. Soha még? Nem. Szerencsések vagyok. Nem, nem. Hát szerintem ezzel így, ahogy mondtad, mindenki találkozik, aki rendezvényt szervez. Mi igyekszünk, tehát hogy azért nem tudjuk teljesen ingyenesé tenni, egy nagyon jelképes szerintem ez az a nap rendezvényekre a belépője egy ára. Abszolút. Hogyha csak abban gondolkodunk, hogy ugyanazon a helyszínen, ugyanezzel a technikai csapattal, feltételekkel föllép egy külföldi sztárzenekar, hogy mennyibe kerülnek ott az 5-10 jegyek. Szerintem. Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon jelképes összeg, tehát ezt próbáljuk néha úgy megértetni az érdeklődőkkel, vagy akik ilyen kérdést föltesznek, hogy ugye sem a bérleti díjat, sem a technikai feltételeket nem kapjuk sajnos mi sem ingyen. Ezek nagyon nagy összegbe kerülnek, és ezért egy bevételi forrás a jegy eladásból származik. Uh-huh. De ezt egyértelmű, hogy ez csak egy töredéke jön be ebből, tehát ez nem az, hogy azt fedezni, hanem... Igen. Tehát mindenképpen szükséges, így van. Hogy legalább ezt a töredéket a belépő jegyek árából beszedjétek. Beszéltünk arról, hogy teltházasak ezek a rendezvények, de mégis hány emberről beszélünk? Vannak erről pontos információitok, hogy kb. Hányan voltak ott mondjuk az idén, vagy mennyien szoktak ott lenni a rendezvényeken? Igen, általában olyan 9-10 ezer fő szokott ott megfordulni az arénában, mivel elég hosszú a programunk, hiszen van úgy, hogy 4 órától 9:30-ig, 10-ig eltart egy program. Itt van úgy, hogy cserélődnek is, nem mindenki tudja, kisgyerekes család például nem biztos, hogy végig ott tud velünk lenni, de a belépési létszámot mi mindig megkapjuk a helyszíntől, tehát innen tud. Illetve vannak, akik mondjuk a fellépőként vannak jelen, tehát hogy ezek így összeadódnak, azért mondom ezt a számot, hogy 9-10 körül. Ez hatalmas létszám. De beszéltünk arról egyébként, vagy említettem korábban, hogy vannak évközben kisebb rendezvényeitek. Ezek milyen jellegűek és milyen helyszíneket szoktatok választani? Szoktunk tartani kisebb rendezvényeket egy-egy zenekarnak, dicsőítő csoportnak, vagy például, hogyha halljuk, hogy a környékünkön járnak esetleg olyan zenekarok, akit kisebb helyre el lehet hívni, akkor ezt meg szoktuk ragadni, ezt az alkalmat. És kisebb, de mindig központi helyeket próbálunk, könnyen megközelíthető központi helyeken próbálunk szervezni rendezvényeket. Illetve, aminek már hagyománya van, az Ez az a nap karácsony. Ez mindig december hónap elején, közepén szoktuk megtartani. Ami arról szól, hogy egyfajta hálaadó istentisztelet, hogyha azt veszük az egész éves áldásokért hálát szoktunk adni a rendezvényeinken, amiket kaptuk, illetve a meghívottak köre, itt nyilvános a rendezvény, ez is ez az a nap karácsony, viszont meghívjuk erre a támogatóinkat, a családtagjaink, a legnagyobb támogatóink, őket is, illetve a sok-sok önkéntest, akivel egész évben dolgozunk, vagy úgy a nagyköveteinket, akik terjesztik a hírünket. Tehát egy ilyen nagy, ez az a nap családi összejövetel szokott ez lenni, és ezt is fontosnak tartjuk, hogy ez is, ha ne csak kérjünk, hanem meg is köszönjünk Isten felé is, és azok felé is, akik nagyon önfeláldozóan szolgálnak. Beszéltél a csapatról, Tünde, hogy hadd kérdezzem meg azt, hogy hányan dolgoztok ebben az óriási munkában? Gondolom vannak, akik állandóan ott vannak, és a rendezvényekre pedig akkor ezek szerint önkénteseket hívtok még besegíteni? Igen, van egy teljesen felekezetközi csapatunk, a szervező iroda tulajdonképpen, ez egy kb. 8 fős csapat, akik ott dolgozunk ennek a megvalósulásában mondjuk 12 hónapon keresztül, és ezen kívül egy-egy nagy rendezvényre, mint például az aréna, egy kb. 120 önkéntessel szoktunk dolgozni. Beszéltünk az évközi rendezvényekről, de tavaly volt egy egész különleges rendezvényetek is, ami rendhagyó volt, egy egyhetes program, egy egyhetes dicsőítő hét. Ezt kivel szerveztétek közösen? Ez valóban 2018 őszén volt, és a Felházmozgalommal közösen szerveztünk egy dicsőítő hetet, aminek a célja az volt, hogy Isten dicsőítésével teljen meg az egy hét alatt Budapest, és ezt a Duna vonalára volt fölfűzve a különböző helyszíneknek, tehát ez is egy központi helyen történő, voltunk az Európa hajón, azzal hajóztunk is, a Trip hajón, az A38-on, vagy fölmentünk a Gellért szoborhoz, ahonnan jól be lehet látni Budapestet, és ott gyűltünk össze. Ennek ugye ez volt a jelentősége, hogy egy héten keresztül egy dicsőítő légkör lengyelbe
Budapestet. És egy nagyon olyan szempontból nagy sikerű rendezvény volt a sok pozitív visszajelzésből, és mindannyian éreztük, hogy nagyon fárasztó volt maga a szervezési feladatok, de ugyanakkor egy nagy áldást kaptunk ezen keresztül. Nagyon jól indult akkor a tavalyi ősz. Igen. Nézzünk meg most egy rövid összefoglalót akkor a tavalyi évről, és elsősorban erről a dicsőítő hétről. Óriási dolog volt az, hogy generációk voltak összekötve ezen az estén, gyermekektől, fiatalokig, tinédzserekig, fiatal felnőttekig és lélekben fiatalokig egyaránt együtt tudtuk magasra emelni Jézus nevét itt Magyarország fővárosában, Budapesten. Ami a szívünkön volt, az a szánkon volt, hirdettük az evangéliumot a hídon, ahogy álltak a fiatalok, felkiáltottunk, hogy Jézus szeret benneteket. Azt hiszem, hogy olyan pillanatokat szereztünk, amik az egész életünkben végig fogják kísérni a mindennapjainkat. Az Isten szeretete hatalmas, és ezt közölni akartuk. Jézus szeret titeket! Egy, kettő, három! Jézus szeret titeket! És meghavarja ezt a vizet. Ahogy a filmen is láttuk, ezek a rendezvények valóban nagyon különleges hangulatok voltak. Én is ott voltam egyébként két helyszínen, a Citadellánál és az Európa hajón. Hát azt tudom mondani, hogy fantasztikus élmény volt tényleg együtt dicsőíteni ott Istent, a különböző felekezetekből, közösségekből jövő ismerősökkel és ismeretlenekkel. És közben pedig a város ott volt előttünk, mint egy díszlet, és tényleg én is átéltem azt, hogy rám nehezedett annak a súlya, hogy ennek a városnak Jézus Krisztusra van szüksége, ennek a városnak, ennek az országnak. Úgyhogy én nagyon örültem ezeknek az eseményeknek, tényleg különleges hangulatú volt. Úgyhogy ezek történtek tavaly, beszéltünk a 2018-ról, beszéltünk 2019-ről az arénás rendezvényekről, térjünk akkor most rá 2020-ra, amit ugye az elején említettünk, és ami részben az apropója a mai beszélgetésünknek, hát mi ez az esemény, amire készültök tünde 2020. júliusában? 2020. július 18-án a Puskás Ferenc arénában tervezünk egy dicsőítő összejövetelt, ahova közel 70 ezer embert várunk. Hát ez jó nagy falatnak tűnő létszám, elég ijesztően hangzik nekünk, mert egyelőre nem tudjuk elképzelni se, hogy ez hogy fog összejönni, de bízunk benne, hogy sikerülni fog Isten segítségével és ez az ő áldásával. Ez egy régi álom egyébként? Vagy ez valami mostani jött le? Nem, ez a kezdetektől. Tehát amikor ott kezdődött, hogy Noé Richardszal, amikor a víziót megosztották Viktor és Laci, és bátorította őket, hogy stadionokba
kell, vagy fogják itt Magyarországon is dicsőíteni Istent. Rá pár évre egy fotó kikerült az irodánk falára a Népstadion, a régi az Népstadionról, úgyhogy azóta látjuk minden nap ezt a fotót, és ez volt az álom, hogy egyszer ez megvalósuljon, és ez egy nagy isteni csoda, hogy ez most megvalósulni látszik 2020-ba, és nagyon sok helyről, nem csak határon belülről, hanem határon túlról, akár a magyar lakta, de egyéb ország, más országokból is várunk érkezőket, és buszokkal várjuk őket, és ezt próbáljuk megtenni, hogy régiónként 40-40 buszba gondolkodunk, hogy annyian, ez egy közel 1000 fős, vagy 1000 buszról van szó, hogy annyian, azt próbáljuk összeszedni, hogy annyian körülbelül 1000 busszal érkezzenek erre a rendezvényre. Ez már egy óriási logisztikai feladat önmagában, csak a buszok megszervezése. Igen, ez egy önálló logisztikai feladat lesz, így van. Hogy fognak azok odajönni az arénához és hát leparkolni? Ez majd szervezés kérdése. Ez majd a maga idejében, igen, ugye? Némely dologban jobb bele nem gondolni, de ez nyilván ez egy szakma, és ezzel fog valaki foglalkozni, hogy ez így a leggördülékenyebben üzemel, vagy működni tudjon. Tehát sok helyről szeretnétek hívni az embereket. Mi a fő célja ennek a rendezvénynek? Mi a látásotok, víziótok ezzel kapcsolatban? Nagyon szeretnénk, hogyha ilyen létszámban tudnánk együtt dicsőíteni Istent. Ez az egyik legfontosabb célja, fölemelve a nevét imában, dicsőítésben, személyes bizonyságok megosztásában, tehát mindenféle módon ezt a dicsőítést megtenni, és úgy is, hogy nem csak magyar nyelvűek, hanem akik ide el tudnak jönni erre a rendezvényre, őket is várjuk szeretettel. Ez az egyik legfontosabb célja, és nagyon fontos szempont az is, hogy erre a napra el lehet hívni a még nem keresztény ismerőst is, hiszen el fog hangozni az evangélium, és meg fogjuk ajándékozni az érkezőket egy Bibliával, tehát még így is... Rengeteg izgalmas dolog lesz. Nagyon akkor. Sok, így van, így van. De egyébként csak azért szakítalak félbe, mert van egy kis kiadványotok, ami ehhez az eseményhez kapcsolódik már, és nekem nagyon tetszettek itt a célok és víziók, amiket megfogalmaztatok, és részben ezt említetted is, én is kiemeltem magamnak ebből párat, tehát egyrészt az első talán valóban az, hogy Jézus nevét felemelni és dicsőíteni ennyien együtt, 70 ezer ember, ez már önmagában egy fantasztikus dolog. És azt fogalmaztátok még meg itt, amiről már szintén többet beszéltünk, hogy szeretnétek kifejezni a keresztények egységét Jézus Krisztusban, mert ő az, aki felekezetektől függetlenül a hitünknek a középpontja. Aztán valóban említetted a bizonyságtevést, tehát szerintem ez is egy óriási dolog, hogy el fog hangozni az evangélium, és lehetőségük lesz az embereknek arra, hogy átadják az életüket Jézus Krisztusnak. És még egy dolgot szeretnék itt kiemelni, ami nekem nagyon tetszett, hogy a Jézusban való közösség örömét és erejét szeretnénk átélhetővé tenni, így fogalmaz ez a kis kiadvány. Szerintem ez is fantasztikus dolog, hogy ennyien együtt, amikor felemeljük Jézus Krisztus nevét, akkor ő valóban biztos, hogy erővel és hatalommal megjelenik, és megmutatja az ő szeretetét, amit átélhetünk, és megtapasztalhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus valóság. Nem csak egy vallási tanítás, nem csak egy történet, hanem egy valóságos személy, akivel lehet találkozni. Úgyhogy én már nagy izgalommal várom. Ezek a vízió pontok és célkitűzések engem nagyon megragadtak, úgyhogy nagyon szurkolunk nektek, hogy tényleg minden összejöjjön. Köszönjük. Egyébként hogy álltok neki az egész szervezésnek? Gondolom az arénában, a Pap Lászlóban már kb. Becsukott szemmel is megtalálod az összes villanykapcsolót, annyiszor voltál ott a helyszínen. Ez egy teljesen ismeretlen helyszín. Hogyan lehet egy ennyire új terepre készülni? Hogyan álltok neki a szervezésnek? Hát ez is nagy izgalommal, pont azért, mert még tanácsot sem nagyon lehet senkitől se kérni, hiszen most van épülőfélben a stadion, éppen tegnap voltunk egy bejáráson, nagyon izgalmas, ahogy szépül, hát gyönyörű a pázsit már, azt megcsodáltuk, hogy nagyon szépen már locsolják és épül, és emelik be a LED falakat, és nagyon gyönyörű, tényleg alakul a kiszolgáló helységek minden, tehát öröm volt benne lenni, de tényleg térkép kell hozzá most jelenleg még, mert annyira ismeretlen a terület, próbálunk találkozni szakemberekkel, akik akár a biztonságtechnikában, akár a egyéb technikai dolgokban, beléptetésben, ilyen-olyan területeknek a gazdái jelenleg is,
és így próbálunk egy kicsit tájékozódni, de a másik az, hogy fontos lenne. Nem sok esemény van addig, hiszen az egyik megnyitó eseménye lesz a stadionnak, ez egy dicsőítő nappal fog indulni szinte a stadionnak a megnyitása, előtte sportesemények lesznek kettő összesen, tehát megpróbáljuk megragadni azokat a kínálkozó lehetőségeket, hogy egy kicsit láthassuk működés közben. Mert ez ugye nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az más, hogyha egy alaprajzot látok, meg más, amikor látom bejönni az embereket, és látom, hogy ki merre, vagy milyen ütemben, vagy... Tehát sok-sok izgalommal teljes ez a készülődés. Na, akkor nyomon követitek már magát az építkezést is. Nézzük meg akkor most egy rövid filmet arról, hogy hogyan is épül a Puskás Ferenc Aréna. Minden magyar sportember kötelességének érezte, hogy legalább néhány órát eltöltsön az építkezésen. 1953. augusztus 20-a a Népstadion megnyitásának napja. Az ország minden részéről érkezett vendégek vezetlenek a Népstadion. Nincs sehol torlódás, pedig egy város lakosságát kitevő közönség. És pár pillanat múlva megszólalnak a harsonák. Épült át ez az óriási stadion, ahova körülbelül 70 ezer embert várunk jövő nyáron, azaz az a nap rendezvényre. A jegyeladás egyébként kb. Mikor indul, gondolom még nem kaphatók a jegyek. Még nem, de hamarosan igyekszünk, hogy hozzá lehessen már jutni, hiszen idő kell egy ilyen nagy létesítmény megtöltéséhez. És a csapatotokat is egyébként kibővítitek, mert gondolom az eddigi szervező létszám és önkéntes létszám az most nem lesz elegendő. Hát egyik sem lesz valóban elegendő, tehát a szervező létszámot is kicsit föl kell bővítenünk, vagy ki kell bővítenünk. Speciális területek vannak, ha már említett akár a buszos dologról, ahogy beszéltünk, de egyéb területek is vannak, vagy amit mondjuk egy Papp László arénában elég volt egy embernek több területet összefogni, itt akkor a falatról van szó, hogy egy olyan méretekről beszélünk, hogy itt valószínű, hogy több fele kell osztani, egy-egy ember felelősségére bízni egy-egy területet. Úgyhogy ilyen szempontból is, hát az önkéntes létszámot pedig sokszorosára kell bővítenünk, mert amit mondjuk ott egy 120 fővel megcsinálunk, az ez majd, hogy egy 1000 fős csapatra van szükség így önkéntesekből, tehát nagyon nagy létszámú önkéntes gárdára számítunk. És őket egyébként hogy találjátok meg? Ez ismerősökön keresztül, gondolom azért ez egy bizalmi feladat, tehát nem olyan könnyű talán megtalálni erre az embereket. Hát igen,
Eddig meg tudtuk tenni az arénában, tehát a Papp László arénában. Van egy adatbázisunk, illetve olyan bázisunk, akiket már csak visszahívunk, mert a korábbi években segítettek már nekünk, önkénteseink voltak, tehát őket tudjuk elsősorban, első körben megszólítani, de mindig van, hogy valami oknál fogva kiesnek a csapatból, újak jönnek, szívesen jönnek segíteni, szolgálni mások is. Tehát, de itt ezen a nagy volumenű rendezvényen itt már nem lesz elég ez a csapat, tehát itt már kevés lesz az, hogy mondjuk az eddig, akiket megszólítottunk, hanem ez is még a megbeszélések vagy tárgyalásoknak a témája lesz, hogy milyen körökhöz tudunk úgy fordulni, akik esetleg nagyobb létszámban tudnak jönni segíteni. Így akik van. Egyébként pontosan. Is szerveznek mondjuk rendezvényeket. Így van, tehát valószínű, hogy partner csapatuk. Szervezeteket próbálunk majd valahogy megkeresni, ifjúsági csapatokat, szervezeteket, akik segítségünkre tudnak lenni ebben. Hát önmagában a 70 ezer biblia kiosztása egy óriási feladat lesz, de ez egyébként nagyon nagy dolog, hogy mindenki egy ingyenes Jézus Bibliával térhet haza a rendezvényről, szerintem ez egy fantasztikus dolog lesz. És azzal kapcsolatban vannak-e már tervek, hogy milyen elemei lesznek a programnak? Hasonlóan fog felépülni, mint egy Papp László arénás rendezvény, vagy lesznek itt egészen más elemek is? Hasonló módon, erre ezt tudom mondani. Tehát ugyanúgy egy Isten tiszteletet készítünk, még így konkrét elemeket nem tudok mondani, de mindenképpen hasonló módon Isten tiszteletként gondolunk erre a napra is. Uh-huh. És beszéltél arról, hogy közeli országokból is, meg hát távolabbi helyszínekről, tehát nem csak Budapestről várjátok a résztvevőket. Lesznek esetleg olyan rendezvények ebben a következő időszakban, amivel ezek felé, az emberek felé is próbáljátok közelebb hozni a rendezvényt, megismertetni a programotokat, a közelgő eseményeket? Igen, tervezünk egy úgynevezett roadshow-t. Korábbi évben már csináltunk ilyen programot, de ilyen nagy léptékűt, még nem ilyen hosszút, mert azt tervezzük, hogy 3 hét intenzív, 3 hetet tervezünk, 2 ősszel és 1 jövő év tél vége felé, azért, hogy be tudjuk járni az országot, a régiót. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 26 állomása van ennek a roadshow-nak, 7 országon keresztül, ebben hát a Magyarország is benne van ebben a 7 országban, és ez már valahol elindult, mert nyáron volt egy rendezvényünk Marosvásárhelyen, és a következő legközelebbi állomás az Nik Vujčić látogatásával fonódik össze. Uh-huh. 2 állomáson, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön lesz Erdélyben, illetve Budapesten lesz október 25-én a Papp László arénában. Ez is a roadshow-nak az egyik állomása lesz. Délelőtt az iskolásoknak lesz egy előadás, és este pedig mindenki számára nyitott lesz. Ez fantasztikus, hogy meghívtátok őt. Milyen az érdeklődés, hogy tapasztaljátok? Hát várakozáson felüli. Tehát a korábbi években, amikor ő itt volt, kisebb létszámú, vagy ilyen kapacitású stadionokba, csarnokokba hívtuk őt meg, és ott szolgálhatott. Még ő nem szolgált nálunk a Papp László arénába, és hát majdnem már teltházas, és még 1 hónap van hátra a megrendezéséig, úgyhogy nagyon nagy az érdeklődés. Úgyhogy ez egy következő őszi indító programunk, és utána kerül sor ezekre a többi állomásoknak a meglátogatására. És említettél több országot, milyen országok? Igen. Most lehet, hogy a teljesség igénye nélkül, de tényleg becsületszóra megszámoltam, meg volt a hét. De Magyarországon kívül azt tudom, hogy Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Ausztria, Ukrajna, elmondtam. Na. Fantasztikus. Szóval akkor nem voltam ki semmit. Igen, és ezekbe az országokba szeretnénk ellátogatni. Egy küldetést is érzünk ugye feléjük, és egy ilyen híd szerepet, hogy nagyon szívesen jönnek ide Magyarországra, ami ez az a napos rendezvényeinkre eddig is voltak, akik már buszokkal érkeztek. Ezt szeretnénk egy kicsit szélesebb körben meghirdetni, hogy ne azon múljon, hogy nem tudnak jönni, hogy nem értesültek a híréről. És egyébként most kicsit visszaugorva, mert említetted azt, hogy már eddig is sok helyre jöttek, van arról valamilyen információtok, hogy például ilyen Papp László arénás rendezvényen hány országból, vagy hány felekezetből jöttek résztvevők? Van erről valami adat? Hát szoktunk olyat csinálni, hogy a rendezvényen felolvasásra kerül, hogyha a helyszíni regisztrációkor esetleg fölmerülnek
országok, hogy ki honnan érkezett, hogyha ez kiderül, ez nyilván nem teljesség igénye nélkül, mert de szerintem ez a 7-8-10 ország, ez, mert van, amikor messzebbről is érkeznek, Angliából, uh-huh. vagy így messzebbi célállom, vagyis állomásokról emberek, résztvevők. Uh-huh. És a felekezetköziség az meg aztán nagyon széles Magyarországon is, úgyhogy ezt nehéz megmondani, de tényleg teljes uh-huh. a lefedettség, amit az elején is mondtam, a történelmi egyházak, nagy egyháztól a uh-huh. evangéliumi kisközösségekig mindenki, és különböző korcsoportok is. Hát ezt abszolút aláírom. Én is azt gondolom, hogy hát talán nem az összesen, de nagyon sok rendezvényen ott voltam, kezdve a felvonulással, és a Margit-szigeten, és aztán az arénában is a rendezvények többségén, hanem mindegyiken. Nekem tudom, hogy egy óriási élmény volt már legelőször, amikor azt láttam, hogy ennyiféle helyről, ennyiféle korosztályból együtt tudunk menni Isten elé. Ez valami egészen különleges élmény, azt gondolom, és szerintem azok számára, különösen például a fiatalok számára, akik mondjuk jönnek egy kisebb közösségből, vagy egy kisebb településről, ahol mondjuk kevesebb fiatal között tudják ugyanezt megélni, és számukra látni azt, hogy nem ők azok az egyetlen csodabogár, aki hisz Jézusban, és aki lelkesedik Jézusért, hanem ott van több száz, több ezer fiatallal együtt, akik hasonlóan képesek arra, hogy tapsolva, ugrálva örülnek, énekelnek, dicsőítenek Istennek, és hogy ez a normális, és ez a tök jó dolog, és hogy ő egy ilyen nagy csapatnak a részese. Szerintem ez egy fantasztikus élmény, és egy nagyon nagy küldetés a részletekről, és egyedülálló, azt gondolom, hogy ezt ilyen nagy méretekben meg lehet valósítani az arénában, és hát jövő évben meg egy még nagyobb helyszínen. Kicsit térjünk még vissza a roadshow-ra, mert arról beszélgetünk, csak aztán elkanyarodtunk. Számítatok-e esetleg arra, hogy szervezőként is bekapcsolódnak ezekről a helyszínekről emberek? Próbáljátok-e őket kicsit szorosabban bevonni ebbe a munkába? Az egyik célja pont ez a roadshow-nak, hiszen az adott régiókat Budapestről nehezebb elérni, mint helyből. Tehát amikor egy-egy roadshow állomásra eljutunk, és az előkészítő munkálatok során is már erre nagy hangsúlyt fektettünk, hogy a helyi gyülekezetekkel, pásztorkörökkel, ha éppen ott van ilyen, vezetőkkel találkozzunk, és az adott régiókba igyekszünk megtalálni azt a helyi felelőst, aki majd ezeknek a akár 40 busznak a megtöltésében segítségünkre lesz. Mert ez nagyon nehéz távirányításból, tehát muszáj ott helyben egy régiós felelősnek lennie ahhoz, hogy akár a busz, vagy akár a rendezvény híre jobban tudjon terjedni ott az adott megyében, vagy környéken. Úgyhogy nagyon, nagyon számítunk erre, hogy bekapcsolódnak ilyen külső munkatársak, akik a mi meghosszabbított kezeink lesznek ott. Na hát akkor nagyon sok munka áll előttetek tűnt, de a roadshow-k, aztán a felkészülés a következő évi eseményre. Én nagyon sok sikert kívánok nektek mindehhez a sok munkához, kitartást a szervező csapatnak, sok-sok új ötletet és inspirációt Istentől, hogy ezeket a kihívásokat mind ezekkel mind szembe tudjatok nézni, minden feladatot meg tudjatok oldani. Veletek együtt imádkozunk azért, hogy ez a rendezvény megvalósuljon. Be is fejezzük most a beszélgetést, én elköszönök tőled, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És mielőtt befejezzük és elköszönök a nézőktől is, szeretném, hogyha megnéznének még egy rövid filmet, ez körülbelül egy perces lesz, és ezzel a filmmel is szeretnénk önöket meghívni a következő évi rendezvényre, a Puskás Ferenc stadionba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, találkozunk legközelebb, viszontlátásra!